Édes kalács illat terjeng a levegőben, fenyőfa a sarokban feldíszítve, és most eljöttem nektek egy karácsonyi pályával, ami nem más, mint az új menü. Ezt a pályát Csabusa készítette, ugyanis ő, ha jól tudom, minden évben szokott valamiféle fajta karácsonyi pályát csinálni, úgyhogy ezt elkészítette nekünk, a leírásban pedig meglelitek, hogy honnan is tudjátok beszerezni. Nézzük meg, mivel lepett meg ma minket Csabusa. F tovább. December elején a gazda eképpen beszélgetett feleségével, amit a bárány is hallott. Na hajjaj! Asszony, úgy unom már! Folyton töltött pulykát eszünk karácsonykor! Idén máshogy lesz! Bárányt fogunk enni! Mis? Az a fej! A VHD-vel tudom forgatni, vagyis hát menni így a kamerával. Kicsit ilyen érdekesen van megcsinálva, és akkor, hogyha jobb klikkelek, oda megy a bárány, de nagyon vagány. Hello, szia! Mondja a tehén. Én is hallottam, amit a gazda mondott. Gondolom, most el akarsz szökni. Milyen jó gondolra. Szerintem sejtett, ki lesz a következő, ha téged nem talál. Nyugi, nem köplek be, inkább segítsünk egymásnak. Milyen jó fej, boci. Szükségünk lesz a traktorra, csak be kell indítanunk. Na, hogy kell bepikázni? Nagyon menő, ott egy TV távirányító. Na, nézzük meg, akkor ez lesz itt a kulcs. Várjál. Megvan, 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 boci. Az a tiszta LOL után érzetem van amúgy ettől. Meg is van a kulcs, remek! Megpróbálom beindítani. Addig keres valamit, amivel a kaphoz köthetjük. Már kötelt, azt láttam is. Szóval, ha minden igaz, akkor ez lesz az. Nem akarom újra kezdeni a fejezetet. Na, gyere, báránypajtás. Gyere, báránypajtás. Oda, figyelj, azt a te... hogy mi a... Oh, össze is kötöttem. Hogy megy a tehén? Hoppá, össze is törtük, és erre a gazda erre nem ébredt fel? Na mindegy, megvagyunk, az a lényeg. Szevasz, malac, miért sírsz? Az a szemét papagáj ellopta a cukorkámat! Jó, akkor megszerezzük neked, Pajti. Ettől egy percig ne félj. Ó, hogy fel lehet ugrani a lufira, érted? Na, esél le! El lehet! Ó, Istenem! Mire erre rájöttem? Na, köszönöm szépen! Mondja a valac. Sajnos nincs nálam semmi értékes, amivel meghálálhatnám! Neked adom ezt a kulcsot! Köszönöm szépen, balackova! Tegnap este elejtett a gazda! Remélem hasznát veszed! Köszönöm szépen, hát az biztos. Várjál, fel kell venni. Enne menjek nélküle. És akkor most szépen bemegyünk, és itt kinyitjuk végre ezt a kaput. Hú, hát nem volt egyszerű, viszont itt a cica. Szevasz, cica. Figyeltelek idáig, tudom, hogy szökni próbálsz. Elektromos zár van a kapun. Nem lesz könnyű dolgod, de segítek neked, ha átviszel a tócsán. Értek a vezetékekhez, viszont a nedves dolgok nem az én területem. Mehetünk. Felugrott rám. Macka ő. Várjál, és akkor itt az épületben van valami? Azt mondom, úristen, ez mi? Ez a piros festék? Befestettem magam pirosra. Ó, és ettől majd a boci majd ideges lesz szerintem. Tavasz, Bika! Ajaj, jön! Agresszívoskodik nekem! Na várjál, a kérdésem viszont az lenne, hogy akkor oké, ide jön. Amúgy a bikák, ez butaság, azok nem a piros színre mennek, de mindegy, ez így poén. Ide jövünk, akkor így ki tudja majd törni ezt a kaput? Oké. És akkor most ide jövünk. Gyere, Bika pajtás! Most! Hogy feje tetejére állt, szegény bőkuca! Hoppá! A macska milyen ügyes volt, hallod? Rendesen levágta, itt a denevérpajtás. Szevasz, denevérpajti! Megharabdált a denevér! Ja, hogy nem tudok átmenni, mert a denevér megharabdált, értem. Várjál, akkor ővele is elbánunk, hozunk egy bikát, azt úgy bepikázzuk! Jó nagy ez a tanya! Na várjál, úgy látom, hogy itt van valami. Várjál, ki kell számolni, ki kell ezt matekozni. Gyere, bárány, bárány! Úgy, ide! Ugye, dühödjébe. Úgy. Gyerünk! Ez az boly. Per vagy, öcsém, nagyon jó vagy. Oké, és akkor most pedig oda megyünk a túloldalra, és arra eltereljük a Big Hoca figyelmét. Ami nagyon tetszik, nagyon jó meg van csinálva. Na gyere. Dühöng, Bika! Na várjál, nem. Erre tereljük, és akkor onnan visszakanyarítjuk a kapuhoz. Egy kis logikai játék, de hát ez természetesen kell. Hiszen a karácsonyi ünnepek nem lehetnek logikai játékok nélkül. Gyere! Annyi van! Milyen combos bika amúgy ez? Gyere, bikúca! Ne! De hát én azt hittem, hogy... ott te egyen meg a szívedet. Na, újra itt vagyunk. Most jön az izgalmas része a dolgoknak. Innen el kell majd tűnni.
Oké, okay. Gyere, Biko. Ó, oh. Szuper, ez király, de és akkor most? Most akkor ide be tudunk jönni. Aha, és akkor itt a házikó. Aha, értem. Jó, itt a lámpa, ezt felkapcsoljuk. Hoppá, el is űztük a denevért. Oké, okay, királyság, nehezen állt össze a kép. Én azt hittem, hogy a Bikát kell belevezetni a szerencsétlen denevérbe, de kiderült, hogy nem. Na, mosdassuk át magunkat feketévé. Vagy ez most így keveredni fog? Nem hiszem. Úgy, feketék lettünk. Akkor ő itt van a méhecske. Hello, méhecske! Ő nem akar semmit. Itt van a farkaskoma. Vagyis, hogy kutyuska. Kutyuska? Ne vicceljünk már. Ha feketék vagyunk, akkor nem lát! Oh, my God! Ott a tálka. A tálka az csak kelleni fog, nem? Én úgy hiszem, hogy az kelleni fog. De aranyosan megfogta a szájába! Egyes trükk! De csak sötétben működik. A második farkasnál ez kevés lesz. De egy kis mézért cserébe megoldom a lámpa dolgot. Na, akkor szerezzünk mézüt. Fél már, hogy megmondta nekem, hogy ügyes kis trükk, de ez nem fog itt működni. Köszi, de nincs szükségem üres tálra. Nyugi, csak vicceltem. Szeretnél egy kis mézet, igaz? Végül is nekem szok van. Akár adhatnék egy kevesszet. Bár hozzáteszem, meglep, hogy egy várány mézet eszik. Mit tudnád cserébe adni? Gyapjóra nincs szükségem. Akár fiú, akár lány vagy, de a tejet sem érdekel. Fúj. Kérnék egy szívességet, de az az igazság, hogy mély vagyok. Bármit megtehetek, bárhova elrepülhetek, szóval nem igazán tudsz semmit adni a mézért cserébe. De nyugi, nem is kérek semmit. Vedd úgy, hogy előkarászolj ajándék, és ne érezd magad kellemetlenül, nem várok tőled ajándékot. Úgy se tudnál olyat adni, aminek örülnék. Nyugodtan törzök a tálad, és élj tovább. Legelész, növesz gyapjút, vagy amit a bárányok színálni szoktak. További szép életet. Adott mézet, hú de jó. Adott mézet, hú de jó. Majdnem berekedtem ebben a beszélgetésben. Szevasz, cica. Ez gyors volt, köszönöm szépen. Na, lássuk azt a vezetéket. Na, cica, gyerünk, intézd el. Gyerünk, csatyurfi. Ennyi volt. Ügyes, cica. És át is lehetett menni. A gonosz farkas nem csúnya farkas. De sikerült átjutni. Ajjajjaj! De viccelsz? Hát te most folyamatosan jössz, oké. Okay. Várjál, itt akkor gyorsnak kell lenni, ne! Bárány! Ármány, bárány! Menj, rohanj, bárány, ármány, bárány, ármány, ármány, bárány! Hús oda! Itt is lesz valami. Ajaj, gonosz denevérek! Jönnek, esznek, elmennek, ott egy fűnyíró. Nem láttam a farkast! És befestem magam zöldre, mert én vagyok a zöld kis bárány, és akkor el tudok így rejtőzködni. Nagyon ügyes, nagyon ügy. Ah, eltudtam. Ó, észre se vesz a kis Tóbiás. Na, mi van itt bent? Hogy látom. Ott van a benzin. Jó, és akkor most át, és hogy nem átfestjük, bocsánat, beindítjuk ezt a motoros szerkezetet itt. Szerintem erre kell menni. Kinyitottuk. Mindjárt a végéhez érünk, srácok. Mindjárt meglógunk. Oh! Lenyírta a gyapjúmat! Azt az eget, lenyírta a gyapjúmat! Szegény bárány, szegény gyaplútalan! Hát így lettem én gyapjútalan! Na most azért rágyújtom a házat! Rágyújtom a házat a gazdára! Azt addig élt! Várj, azt figyeld! Ha? Ezt meggyújtottam. Ez ég. És ezzel itt mit tudok csinálni? Neki tudtam vezetni. Oh! Értem itt a szisztémát! Oké, okay, és akkor ezzel meg itt elijesztem a deneveret. Na gyerünk, denever! Úgy. Ennyi voltál, meg egy Bambi voltál, meg egy Csaller voltál. Kis autó! Az nagyon kelleni fog. Csak valamiért be kell festeni magamat. Ja, ott áll a fark. Aj, nincsen gyapjúm. Ennyien ó, pedig biztos, hogy az autóval kell valamit majd csinálni. Csak az a gond, hogy nem tudom befesteni magamat, mert hát az az igazság, hogy nincsen gyapjúm. Viszont, hogyha esetleg ennék, akkor lehet, hogy visszanöveszteném a gyapjúmat? Hogyan tudnék? Ó, Istenem, hogy csak simán meg kellett volna rögtön. Érted? Én meg itt tökörészek rajta, meg minden. Na mindegy, megvan a megoldás. Menjünk tovább. Ott egy eldugva sunyin farkas. Oda nem megyünk. Ellenben, ide be annál inkább. Mi ez a szőnyeg? Ládában nincs semmi. Nyuszi fej? Az egy nyuszi fej? Az kellhet nekem. Úgy. De szép lettem! Milyen bányászisak? Jó, az is jó nek. Farkas! Az fog kelleni nekünk! Amúgy miért vannak itt ilyenek? Mindegy. Farkas sisakot. Azt kell nekem, a farkas sisak. Úgy.
Na, ezzel már csak nem lesz itt bajom. Úgyhogy most itt elvileg el tudunk menni. Oké, szevasz pajtársat, hát ez én vagyok. Szegény kopasz! Jól elbánt vele a kis malac! Ez vicces. Ez vicces. Most mi a fene ez? Jaj! Ez annyira csavusás, érted? Hát... eddig... Azt jönnek az ufók és elviszik a bárányt. Jönnek az ufók és elviszik a bárányt. A bárányok jönnek. A bárányok. Jönnek a bárányok. Ó, figyeld már. Wow. Wow. Azt hittem ez lesz a vége, az közben nem. Az közben itt bárányok segítségével bárányok hallgatnak. Wow, hát ez egészen jó. Róka mester! Kérlek, szabadíts ki! Ha segítesz, elmondom, hogy mi az ajtó kódja. Figyeltem őket, amikor elmentek. Láttam, mit írnak be a panelbe. Jobbkat, megnyitás. F, vissza. Oh my god. Ja, gondolom ezt kell kirakni. Szóval, ezt kell kirakni. Először egy ilyen. Oda kell akkor szembe vele a szembe lévő ilyen. Ide kell akkor megint egy... egy ilyen. Ezt lehet, hogy én elrontottam. Há, jó, újra. És akkor elvileg kész van. Hú! Köszi! Nagyon rendes vagy! Viszont én csak egy róka vagyok, nem tudok olvasni. Fogalmam sincsen, hogyan nyitották ki az ajtót. Tehát átvert. Hú, ez a róka, te! Érted? Azt... Hú, te! Átvert a ravasz róka! Hú, akkor megint egy ilyen. Oh my god. Oh, na jó, ezt gyorsan megcsinálom, aztán jövök vissza. Oké. Hú, na örüljél, róka, megoldottam a nagy feladványt. De amúgy akkor ezt meg se kellett volna lehet csinálni. Hú, hány irány van itt? Ó, oh, szuper gyors bundanövesztés, kész! Ezt a panellel lehet valamit csinálni? Nem. Na mindegy, kész lett a szuper gyors bundanövesztés! Bundabugyi növesztés, királyság! Ez a bárány, ez szegény. Ezen jutok el egyik pillanatra a másikra. Ó. Oh. Macska DNS betöltve! Q állatváltás. Oké, most már cica vagyok. Cica? Na várjunk, csak a macskák el tudják vágni a vezetéket. Nagyon szuper. Na visszaalakultam. Hát te. Oké, ez egy űrlény, de nem csinál semmit. Oké. Hát nekem egyre megy. Ó, szörny DNS betölt. Aha. Nagyon jó. Hogy megijedt tőlem? Hoppá. Na várjál először ide. Jó, átalakulunk. Oké, okay, és akkor így már nem ijed meg tőlem. Lolololol. Nagyon ötletes! Na, halló? Fajtikám, ez így nem lesz jó. Oké. Okay. És akkor most vissza. Ötletes! Ötletes! Azt kell, hogy mondjam, ötletes! Hello, farkaspajtás! Te nem akarsz nekem valamit mondani? Isten, ments, hogy akarj valamit mondani nekem, farkaspajtás! Nekem semmit nem mondjon ez a farkaspajtás, mert csak rosszat akar majd nekem. Ó. Oh. Wow, denevér képes egy blokk magasságba repülni és megharapni másokat. Wow, denevér! Denevér! Annyira jó vagy, denevér! Szeretek denevérkedni. Na, menjél ide, légy szíves. Na, harapjuk meg. Na, várjál. Oh, oh, hogy így harapta meg. Várjál, viszont átalakulunk macskává. Aha, így el tudtuk ezt vágni. Hogy? Oké, okay, megoldottuk, vissza bárányjá és mehetünk tovább. Ez már nagyon tuti ez a rész. Hello! Üdvözöllek benneteket, én vagyok. A gonosz. A gonosz kis. Creeper kava! Nem. Nem, senki. Azért mondom. Báránykával és akkor mehetünk át. És ezt én hajnal láttam volna! Na most, denevérként. Föl tudok ide jönni. És meg tudom harap. Elvileg, most akkor, hogyha őt megijesztem, akkor be fogja zárni azt az ajtót.
Várjál. De be van, aj, de jó, be lehet zárva attól még. Na, bárányként folytathatjuk kicsi kalandunkat. Oké, okay. Figyelj, akkor én engedelmetekkel denevérkednék is, azt jól megharapnám a popótokat. Tessék neked, és őt is megharapom, gonosz ufót, tessék. Hoppá. Valami probléma történt. Ó, te... Magasságos egek, mi folyik itt? Jobb lesz, ha most levágom a bárányt, mielőtt vele is történik valami. Ajaj, várjál, akkor itt van ez, és akkor beöltözök malasznak. Na, na most adjál valamit, parasztapám. Ó, te. Ami ez? Ami ez? Hogy erről? Segítség! Így nem lett a bárány. A karácsonyi vacsora. Boldog karácsonyt! Az új menü. Készítette Csabusa. Űrhajó modell, Kaledri, logo Rozon, modellek és resource pack forrása a forrás.txt fájban. További a kalapályák a Csabusa csatornán. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok erre a karácsonyi kis pályára. Hogyha tetszett nektek, és szeretnétek még látni hasonlókat, akkor nyomjatok rá egy giga nagy lájkot és iratkozzatok föl. Köszi szépen Csabusának a pályát, mert tényleg szuper lett. Nézzétek meg ti is. Sziasztok!